Foglalkozásom oknyomozó újságíró. Ez azt jelenti, hogy az időm 90%-ában nyomozok, és csak a maradék 10-ben írok. Ez jól mutatja, mennyire nehéz információhoz jutni. Paranoid légkör van az országban, félnek az emberek a retorziótól, miközben a hatalom szándékosan démonizálja, hazugnak, külföldi ügynöknek állítja be az újságírókat. Pedig én is csak azt tudom megírni a nyilvánosságnak, ami eljut hozzám. Az emberek rajtam és más újságírókon keresztül mondhatják el a történeteiket. De ha nem kap az újságíró információt, akkor még a legmocsosabb történetek is rejtve maradnak. A sajtó sok témával foglalkozik, de most maradjunk a közügyeknél. Bár sokakat érdekelhet, mégsem közügy egy celeb válása, sem egy kis állat születése az állatkertben, viszont közügy egy politikus korrupciós botránya, az egészségügy állapota, a választások, vagy egy közpénzből fizetett beruházás, hiszen ezek mindannyiunkat érintenek. Mit tehetsz, ha a tudomásodra jut valami olyan, amiről tudod, hogy érdekelni a közvéleményt? Kockázat nélkül átadhatod ezt az információt a sajtónak, ha betartasz néhány szabályt. Keres olyan sajtóterméket, ami megbízható. A regisztrált és független sajtótermékek betartják a jogi és szakmai követelményeket, és biztosítják számodra a megfelelő védelmet. A megbízható sajtótermékek szerkesztői felelősséget vállalnak a tartalomért. Ez azt jelenti, hogy az elmondottak megbízhatóságáért ők felelnek, tehát nekik az az érdekük, hogy ellenőrzött információt használjanak fel. Éppen ezért ellenőrizni fogják az általad elmondottakat, és csak akkor közlik, ha meggyőződtek róla, hogy hiteles információ. Biztonságos, végponti titkosítással működő csatornákon kommunikálunk, mindent, amit lehet offline, papíron tárolunk. A forrásokkal pedig mindig megállapodunk, mi az, amit névvel idézhetünk tőlük, mi az, amit név nélkül, vagy éppen mi az, amit csak akkor használhatok tőle, hogyha egy másik független forrás is ugyanazt elmondja nekem. Mire lehet szüksége a sajtónak? A legértékesebbek mindig az írásos anyagok, dokumentumok, valamint a kép és hangfelvételek, de nem csak ezek lehetnek számukra hasznosak. Mivel az újságírók több forrásból is igyekeznek megerősíteni egy-egy információt, ezért lehet, hogy éppen az általad elmondottak alapján lehet elindítani a tényfeltárást, vagy éppen te leszel a második, harmadik, aki alátámaszt egy értesülést. Nem csak azért vagy védve, mert ez az újságírók érdeke, hanem a jog is melletted áll. Ha például a cikkben leírtak miatt büntető eljárás indulna, az újságíró megtagadhatja a forrása megnevezését. Voltam már tanúként rendőrségi kihallgatáson, amikor nyomozás indult egy korrupciós sztori után. Udvariasan megmondtam a kihallgató rendőrszázadosnak, idézve a sajtótörvényt, hogy élek újságíró jogommal, és megtagadom a vallomástételt. Ugyanis semmilyen információt nem adunk ki hatóságnak, a forrásvédelem a legalapvetőbb minden újságíró számára. Tanúskodásra kötelezni csak akkor lehet, ha súlyos bűncselekmény felderítéséről lenne szó, és semmilyen más módon nem lehet bizonyítékot szerezni. Viszont te ekkor sem kerülhetsz bajba. Ugyanez igaz a közigazgatási vagy polgári peres eljárásokra is. Ezt nevezzük forrásvédelemnek, ami a sajtószabadság erős biztosítéka. Ez garantálja azt, hogy biztonságosan beszélhess az újságírókkal, és ne kelljen belekeveredned semmilyen eljárásba. A TASZ munkatársaival derítettük fel, még a járvány első hulláma idején, mennyire magára hagyta a magyar állam a fogyatékossággal élők bentlakásos intézményeit. Ha nincsenek olyan ápolók, szakdolgozók, sőt intézményvezetők, akik bár név nélkül, de elmondták nekünk, hogy milyen iszonyatos munkaerőhiánnyal, védőfelszerelés hiánnyal, segítséghiányával küzdenek, akkor a nyilvánosság erről szinte semmit nem tudna. De rengeteg korábbi cikkel meg se születhetett volna, ha nincsenek informátorok. Golyótábori szexuális erőszakról, papi szexuális visszaélésről is csak azért írhattam, mert az egykori túlélők szóba álltak velem. Évekkel később egy pszichológus mesélte, hogy a golyótábori cikkek hatására például még hozzá is elkezdtek bejelentkezni olyan emberek, akik nagyon hasonló traumákat éltek át. Vagyis húsvér emberek életén tud változtatni, ha például szexuális bűncselekmények túlélői még ennyire személyes történeteket is megosztanak újságírókkal. És persze abban is segítenek, hogy azokat, akik eltusolták ezeket a bűncselekményeket, azokat felelősségre lehessen vonni és el lehessen távolítatni. Sokkal több megíratlan sztorim van, mint megjelent cikkem. 10 beérkező tippből jó, ha egyet végig tudunk vinni és megírni. Az újságíró feladata a tipp és a cikk közti út bejárása. Ehhez viszont információkat és bizonyítékokat kell szereznünk. Minden újságíró munkája első körben abból áll, hogy megtalálja azokat az embereket, akik ebben segíteni tudnak.
Azt szeretném, ha az emberek bíznának bennünk, és elhinnék, hogy tényleg a nyilvánosság a legnagyobb védelem a hatalommal szemben.